Tisztelt itt megjelent világi és tudományos kiválóságok, vendégek, kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy valamelyest visszaéljek azzal a joggal, hogy én köszönhetem itt ezt a konferenciát, és egy tulajdonképpen szabálytalan műfajú szövegben amellé az üzenet mellé, amely a protokolláris üdvözlést és köszöntést jelenti, ezek mellé, illetve elé még néhány gondolattal próbáljak hozzájárulni ahhoz az eszmecseréhez, amely itt fog zajlani. Azt a mondatot írtam le kérdőjellel, bevezetőképpen, hogy milyen jogon létezünk. És a válasz ebben a gondolatkísérletben a következőképpen fogalmazódik meg. Ha a létezéshez való jog bölcseleti alapjait keressük, előbb-utóbb eljutunk oda, hogy a léthez való jog elsősorban magára a létezés tényére támaszkodik, mint jogforrásra. Még annak sincs különösebb jelentősége, hogy magához a létezéshez milyen lételméleti, milyen szakrális, milyen teológiai, milyen természettudományos magyarázatot fűzünk. Az elemzés körét az emberre szűkítve megfigyelhető, hogy miközben gyakran felszokást tenni a mi végre van az ember, mi az emberi lét értelme, és hasonló kérdéseket, igen ritkán fogalmazódik meg a milyen jogon létezik az ember kérdés. Itt ugyanazt tapasztaljuk, mint amit minden létezővel kapcsolatban megállapíthattunk. Akár teremtett lény az ember, némelyik világmagyarázat szerint, akár az evolúciónak, illetve önerejének köszönheti felemelkedését, konkrét létének, fogalmazunk így, meglétének, jogcíme és létindoka nem más, mint magának a jelenlétének a puszta ténye. Ez a sui generis bizonyítás a létezem, mert jogommal létezni feltevésből kiindulva jut el szillogisztikusan addig a következtetésig, hogy jogomban létezni, mert létezem. Ez az önmagából fakadó érvelés sem jogilag, sem logikailag nem kielégítő, főként ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy van-e joga a létezéshez egy bolygónak. Micsoda, vagy pedig kicsoda a bolygó? Mindenki egyetérteni látszik azzal az állítással, hogy a bolygó életet hordoz, és azzal a konklúzióval, hogy tehát a megóvandó életre való tekintettel a bolygót is kötelességünk megvédeni. Bonyolultabb gondolatmenet, ha abból indulunk ki. Lehet, hogy maga a bolygó is személyiség. Szuverén jogi alany. Talán még lelke és tudata is van, mint Lem Solaris című regényében a rejtélyes planétának. Bármelyik gondolatmenetet választjuk, ismét beleütközünk a személyisége vagy sem, életet hordoz-e vagy sem, de milyen jogon létezik a bolygó kérdésbe. Akár eljutunk egy meggyőző, vagy akár milyen válaszig, akár nem, nevezzük nevén azt a cselekményt, amely egy ember életét kioltja, vagy egy sok ember életét hordozó bolygó életét kioltja, ez a bűncselekmény a gyilkosság. A gyilkosság megfosztani valakit létezéshez való jogának gyakorlásától. Élőlényt, közösséget, tájat, patakot, klímát, bolygót. Miért vannak gyilkosságok? Mert a gyilkosok nem ismerik el áldozatuk élethez való jogát. Különösen nem, mint felülírhatatlan parancsot. Talán azért nem, mert nincs elfogadott magyarázat arra, mi a létezés jogforrása. Leginkább még az
az ő élete, ő rendelkezik vele, esetleg a Jóistenke adta neki, Jóistenke veszi el tőle, meggyőződés és hivatkozást szolgál közkeletű elrettentésül, tulajdonjogi kérdésé, birtokviszony problémává alakítva át a létjogi kérdést. Kétség kívül erőteljes morális fedezet védőernyője alá helyezve a mások életét. De legyen bármennyire isteni eredetű parancs a ne őj tiltása, a gyilkosok magukban azt kérdezik, és nem csak az ateisták, már miért ne ölnék? Isten nincs is, vagy ha van, úgysem néz ide. Persze kérdés, ha a morális, szakrális tiltóparancs nem bizonyult elégségesnek, egy lételméleti, létjogi megalapozás visszatarthatja-e a gyilkosokat attól, hogy gyilkoljanak? Szerintem egyébként nem. De ez nem ok rá, hogy tovább halogassuk annak a megvizsgálását. Kié itt a tér? A parkolástól a honfoglalásig. Milyen megszokott udvariassági gyakorlat. Foglaljanak helyet, kérem. Vagy tessék helyet foglalni. És milyen drámai mélységek nyílnak meg ezek mögött a protokolláris szavak mögött. Hadd idézzek egy régebbi eszémből. Itt van például a közterület foglalás kérdése. Egyszer a Kecskeméti utcai rendőrkapitányság mondhatatlanul nyegle, undok és öntelt főhadnagya tilosban parkolt autómról kijelentette, hogy közterületet foglaltam el vele. Az autóm én vagyok. Vágtam oda neki, mint egy rávilágítva, hogyha nekem szabad a járdán tartózkodnom, akkor ugyan miért volna tilos a hozzám tartozó autónak? És nem lepődtem volna meg, ha azt feleli. Ön is közterületet foglal el, és ezért nem csak az autóját, hanem önt is megbüntetem. Vajon születésünktől kezdve nem foglalunk-e közterületet? Vajon születésünk puszta tényével jogot szerzünk-e, hogy elfoglaljuk a világ egy bizonyos pont együttesét? Hova van jogunk elhelyezni, és hova nincs a testünket, saját magunkat? A közterület foglalástól a honfoglalásig számos ontológiai és állambölcseleti kérdésre, kinek van joga államot alapítani és hol, stb. Volna érdemes válaszokat fogalmaznunk, különösen, ha figyelembe veszünk néhány nagyon is fenyegető 21. századi kihívást. Vajon mikor dolgozzuk ki testünknek, mint a tér saját tulajdonként felfogott ponthalmazának a jogelméletét? Amikor ez megtörtént, akkor majd beszélhetünk arról is, hogy egy olyan autonóm szubjektummal szemben, mint amilyen a Föld, meddig mehetünk el jogsértésben, ennek szankcionálása nélkül. Egy gondolatmenet igen messzire visz, és nem áll szándékomban sem minden leágazását végigkövetni, sem azt nem kívánom, hogy egyetértsenek vele. De ha a bolygó haldoklásának, s vele az emberiség eltűnésének folyamatán lassítani akarunk valamennyit, megfontolásra ajánlom a következőket. Már csak azért is, hogy legalább egy apró, szimbolikus sikert felmutathassunk. Az emberiség területfoglalásának, földi honfoglalásának legitim jogi kereteit nyilván valamilyen világjog fogalmazhatná meg a többi élővel való békés egymás mellett éléshez szükséges korlátozások meghatározásával. A világ jogainak egyetemes nyilatkozatán túl, illetve ezen belül nyilván számos területen sok konkrét alkalmazást el lehet képzelni. Ilyen lenne elképzelésem a Zöld Városok Szövetségéről, amely konkrét példán illusztrálhatja a világjogi szemléletváltást, ha már itt vagyunk egy nagyváros kellős közepén. Végezetül tehát néhány szó a Zöld Városok Szövetségéről, vagy Világszövetségéről. Talán eljött az ideje megalapítani a Zöld Városok Szövetségét. Túlélésünk szempontjából nem megoldás ugyan, de legalább lépésnek mondható. Figyelembe véve, hogy a nagyvárosok jelentik a környezetre a legnagyobb megterhelést, hallottam olyan véleményt is, hogy fűvel kellene bevetni a helyüket.
meg olyan is, hogy a városok kívánatos fejlődési irányát a falu jelenti. Zöld városok vagy kerületek lehetnének azok, amelyeknek meghatározott, szerintem 51%-a kötelezően zöld felület, kert vagy park. Ezekben kisállatpopulációknak is kell létezniük. E zöld városokban a levegő tisztaságát meghatározott értékek átemlépése garantálja. E zöld városokban a zajterhelésnek meghatározott értékek alatt kell maradnia. A lakossági és az ipari szolgáltatói intézményi felhasznált energiának legalább egyharmada megújuló energiaforrásokból kell, hogy származzon. Biztosítani kell a lakossági hulladék preszelektált formában történő összegyűjtését és elszállítását. A szennyvizet környezetet nem károsító technológiával kell eltávolítani. Meggyőződésem, hogy e kérdésekre, s a hasonlóan súlyos és aktuális egyéb kérdésekre tanácskozásunk hozzá fog segíteni ahhoz, hogy értelmes válaszokat tudjunk megfogalmazni. Amire ez a konferencia nem elég, azt még mindig tovább viheti, vagy akár meg is oldhatja a folytatás, a következő konferencia vagy konferenciák. Ehhez kívánok jó munkát és sok szerencsét. Isten hozta önöket körünkben itt Budapesten, a Francia Intézetben. Köszönöm.